A Dombóváriak a nagyvilágban előadássorozat soron következő meghívott vendége Orbán Zoltán volt, aki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője, helyi dombovári csoportjának alapító tagja. Személye adta magát, hiszen az egyesület idén ünnepli 50. évfordulóját. Idén 50 éves a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, és akkor a helyi csoportok szerveznek ilyen megemlékező előadásokat, programokat. Ugye a Dombovári helyi csoport 1980-ban alakult, én volt szerencsém 12 éves kisgyerekként alapító tag lenni, és az egyik legaktívabb helyi csoportja az országnak, környezeti nevelésben meg mondjuk benne van a top 3-ban, zárójelben top 1-ben, és ennek keretében tartunk, én elég gyakran tartok itt előadásokat, és akkor most egy nagyon extra, egy tavaly novemberi madagaszkári madarászútról fog beszámolni. Ez nyilván nem Madártani Egyesületes program, ezt nem a Madártani Egyesület finanszírozza, saját pénzből szabadságrovására megy, de hát mit csinál egy zenész szabad idejében? Nyilván zenél, egy madarász pedig madarászik, és minden alkalmat felhasznál arra az ismeretterjesztésre, szemléletformálásra, és ez most gyakorlatilag ennek az apropója. Orbán Zoltán madarászokkal Madagaszkáron című előadása a Dombóvári Művelődési Házban zajlott. Az előadás megtalálta célközönségét, a szervezők kevés székkel készültek, szerencsére akadt azért még szabadülő alkalmatosság a házban, így végül mindenki helyet foglalhatott. Nagyon érdekes az maga a sziget, ugye a világ 5. vagy a 6. legnagyobb szigete, a világ egyik legszegényebb országa, valószínűleg benne van az 5 legszegényebben. Ugyanakkor maga a táj, mivel 7-800 millió évvel ezelőtt vált el a nagy gondvától, tehát a nagy egybefüggő száraz területekről, nagyon speciális az élővilága. Ugye benszülött fajok százai, ha rovarokat, növényeket is veszünk, akkor valószínűleg ezrei élnek itt. Nem akármilyen utazás volt ez, ahogyan egyébként sem akármilyen utazásokon vesz részt a szóvivő. Mint elmondta, fajvadászokkal utazik, akiknek céljuk, hogy a világ összes eddig ismert madárfajából minél többet láthassanak. A világon először egy amerikai úr lépte át a 10.000-es határt, a magyar rekorder 8.000-nél tart. Tehát ahhoz, hogy valaki lássa a világ összes madarát, nem kell elmenni a világ összes országába, de hogyha valaki szeretné látni a világ összes madarát, akkor Madagaszkára biztos, hogy el kell menni, mert az itt meglévő nem túl sok 300 körüli madárfajnak jóval több, mint a fele ilyen benszülött, csak itt található meg, és esetleg Madagaszkáron belül is egy ilyen néhány 10 négyzetkilométeres területen. Itt hajóztunk meg minden egyebet csinálni, és innen indultunk el autóval így föl. A keleti részeken vannak a hegyi esőerdők, délen száraz bozóterdők vannak. Ide elmentünk, ide visszajöttünk, és innen mentünk föl ide, ahol már nem nagyon van út, ez egy ilyen köztes erdők vannak. Madagaszkári utazása során meg annyi izgalmas és veszélyes élményt szerzett, ezeket osztotta meg a közönséggel. Akkor az ember szemüvegesként megy az esőerdőbe, és nem tudja hordani, mert olyan, mintha tél lenne, mert gyakorlatilag én nem tudtam, hogy a szemem is tud izzadni, de, és akkor nem tudom, én 45 éve vagyok szemüveges, és ott végig szemüveg nélkül kell szinte nyomnom. És elkezdtem jól látni a madarakat, ami eddig nem volt, úgyhogy ez alapvetően nagyon érdekes élmény volt. Mert a legváratlanabbra is készülni kell, például piócákra, amik nem a vízben élnek, és nagyon szívesen tapadnak rá bárkire, aki közelükbe téved.